két vesztes kupa a háta mögött érkezett körmendre az Alba Fehérvár, ráadásul Fakuá, de mellett ezúttal Smithre sem számíthatott Matthias Zollner vezetőedző, vagyis csak két légiós szerepelt a kékmezes fehérváriaknál. Ilyen körülmények között a körment számított esélyesebbnek, amely az alapszakaszban elég simán nyert a két csapat körmenni meccsén. Az első két negyedben azonban nem látszott, hogy jobbak lennének a hazaiak. A meccs elején 8 pontos hátrányba kerülő Alba Vojvoda vezérletével nem csak jól tartotta magát, de a második negyedben néhány pontos vezetést is ki tudott építeni. Igaz, ellépni nem sikerült a néha kicsit individualista játékot játszó amerikaiak által húzott hazaiaktól. Fordulás után jól kezdett az Alba, 7 ponttal tudott meglépni, ezt azonban villámgyorsan ledolgozták a körmendiek, főleg White pontjaival. A harmadik negyed vége előtt úgy tűnt, megint lehet megnyugtatóbb az alba vezetése, de ugyanaz történt, mint korábban, 7 pontos hátrányból visszajöttek a fehérmezes hazaiak. Így a döntés a végjátékra maradt, amelyben ugyan még egyszer tudott vezetni az alba, de az utolsó két percben már nem tudtak betalálni a fáradó fehérváriak. A meccs utolsó 11 pontját a körmen szerezte, ezzel 98-ra győzött. A két klub előtte azonos mérleggel állt, most kicsit jobb a körmendé. Most jött ki sajnos, hogy számunkra rendkívül sűrű volt ez a pár hét. A koncentrációnk nem volt a végén a megfelelő, és a sérülések miatt túl rövid is volt a kispadunk. Az utolsó játékrészben így rengeteg hibát követtünk el. Egy nagyon jó körmend ellen, amely szintén a top csapatok közé tartozik, gratulálok nekik a győzelemhez az Alba Fehérvár szombaton a bajnoki címvédő szombathelyei játszik hazai pályán